Számomra úgy tűnt, hogy valami fajta történészi konszenzus van, hogy a Szent Korona ebben a formájában Szent István fején nem lehetett. Nem tudom, hogy igazam van-e. Na most az abban igen, hogy ez a konszenzus van, de ez sajnos nem így van. Ha ma hallunk a Szent Koronáról, akkor általában azzal szokták kezdeni, hogy két részre bontják. Úgynevezett latin koronára, ez a felső része lenne. Erről rögtön el kell mondani, hogy az önállóan korona semmiképpen nem lehetett. Tehát ez királynak a fején külön nem volt? Hát biztos, hogy nem lehetett, senkinek a fején. Még a bohóc fején sem, mert ezt alul mindenképp össze kell fogja egy pánt, különben leesik a fejéről. És semmi adatunk nincs arra, hogy ez az abroncs valaha más lett volna, mint a mai. Ugyanis ma is ott van az abroncs, csak ezt ma eleve leveszik róla azzal, hogy külön tárgyalhassák, de nem érti az ember, hogy miért kell külön tárgyalni, amikor semmilyen adatunk nincs arra, hogy ezek külön is működtek volna. A felső rész külön, az alsó rész külön. De akkor az sem tényekkel alátámasztott, hogy ez két külön korona volt? Tehát, hogy például a görög korona, az alsó rész az önmagában akkor nem is létezett? Elvileg lehetett volna, tehát az alsó elvileg önállóan lehetett volna korona, de semmi adatunk nincs rá, hogy ez volt is. És a palást, mert azt szokták mondani, hogy a paláston lévő Szent István ábrázolás egy diadémszerű koronával ábrázolja Szent Istvánt. Az ez nem az... érdekes dolog, ugyanis 1792 óta körülbelül pontosan tudjuk, hogy itt maga a kérdés feltevés helytelen. Tehát itt arról van szó, hogy ami a magyar koronázási paláston Szent István felirattal van jelenleg ellátva, ez egy áthímzett felirat. Tehát ez eredetileg nem Szent István volt. Ezt gondolom mindenki tudja, aki foglalkozott már a palástal, csak nem szokták nagy dobra verni. Mert abban a pillanatban elindul egy kérdés lavina. Na hát erre itt most nincs idő, hogy ezt végigzongorázzuk, de egy biztos, hogy itt abban a sávban, ez a legalsó sáv egyébként a paláston, ahol az úgynevezett Szent István kép van, azon csak apostolok képei vannak. És mindegyik apostol fején ugyanez a korona van. Tehát ez nem a magyar valamikori királyi korona volt, hanem ez az apostoloknak. Tulajdonképpen itt nem is apostolok vannak, elnézést, javítanom kell magam, az egyen magasabb szinten van, ezek a mártír szentek. Tehát ez a mártírok koronája. Na most ez azt jelenti, hogy már 1790-es években ezt egy kiváló történészünk, Katona István, már egy kicsit ironikus hangon mondta, hogy azért annyira ne legyünk büszkék, hogy azt higgyük, hogy minden mártírt a mi egykori koronánkkal koronáznak, amikor ábrázolni akarják. Tehát itt teljesen nyilvánvalóan nem az egykori magyar koronáról van szó. Most hangsúlyozom, ezt mindenki tudja, aki vele foglalkozik, csak van egy ilyen gyakorlat, hogy amit már az elődeim mondtak, és amit eddig még nem cáfoltak, azt én ugyanúgy szajkózom tovább. Akkor mikor alakult ki a... Nem tudom, akkor bontsuk egyáltalán külön a görög és a latin koronát, vagy akkor az ön értelmezése szerint egységes egészként kezeljük. Mikor keletkezhetett? Ez történelmi tény? Vagy ez tény, hogy mikor keletkezhetett? Nincs, feltételezések vannak. Hozzáteszem, hogy én eddig egyetlen egy olyan feltételezéssel se találkoztam, amire én azt mondanám, hogy na ez most már tanítható. Ezek többé-kevésbé érdekesek, de azért a legtöbb mégiscsak abból indul ki, hogy ez két különböző részből, különböző időpontban és különböző helyen készült részből utólag lett összeállítva, ami pedig már eleve bizonyítatlan, tehát tényként nem lehet elfogadni. Most csak egy pillanatra visszatérnék még a palástra, csak hogy érezzük, hogy mekkora gondok vannak itt, amelyeket azért előbb-utóbb mégiscsak meg kell tárgyalni, hát nem itt nyilvánvalóan egy rádió mikrofonja előtt, de ha jó alaposan megnézzük a kinagyított képét annak a részletnek a paláston, amelyre hát azt kapjuk aláírásként, hogy ez Gizella királynő, akkor látjuk, ez ugyanolyan szakállas férfi alak, mint az összes többi. Tehát, hogy ennyire nem figyelnek oda, és hát én még olyan történelem tanára nem találkoztam, aki erre mondjuk figyelmeztette volna a tanulóit, lehet, hogy ma már vannak ilyenek. Úgy tűnik, hogy előről kell tárgyalni az egész Szent Korona, beleértve a palástnak a kérdéskörét is. Visszatérve a koronához, említi, hogy nincs egy olyan dátum, amire azt mondja, hogy ezt tanítani lehetne. Egyáltalán érdemes-e kiemelni akkor a legendák, vagy a variációk közül bármelyiket is? Érdemes. Csak hogy mégis el tudjuk helyezni valahogy. Mindenképpen érdemes, mert minden olyan adat, amelyik már akármilyen formában, tehát tudjuk, hogy a legendás adat az sohasem azonos értékű, mondjuk egy évkönyv adatával, vagy egy történeti mű adatával, mert más a hitelesség egy legendának, más szintű a hitelessége. Tehát ez egy léleképítő műfaj, és annak nem feltétlenül kell minden adata, mondjuk az oknyomozó történet írás, hát rostáján is, hát ugye megálljon.
és ne hulljon ki. Na most a Szent Koronával kapcsolatban egy olyan adat van, amire azért általában rá szoktak kérdeni, ez az ezres év. Tehát magyarul, hogy Szent István viselhette a Magyar Szent Koronát, vagy nem. Mert van egy olyan valóban legendás adat, hogy tudnék az ő részére készült volna, pontosabban nem is az ő részére, hanem a lengyel király részére. Ez a legenda, ez a Hartwig püspök által összeállított Szent István legendárium, vagy legenda, hát egyik adata. Na most itt azért hozzá kell tenni, hogy ez már mindjárt az indulásnál megtévesztő, ugyanis ott Mieszko királyról van szó, mint lengyel királyról, aki pedig nem volt kortársa Szent Istvánnak. Második szilveszternek sem. Hozzáteszem. Hát akkor ez megdőlt, ez a legenda. Persze, hogy megdőlt, de az a helyzet, hogy mint legendát azért a legendás szinten mondjuk mégiscsak elolvassa az ember, és hát mérlegeli. Nyilvánvaló, hogy mérlegeli. A további gond, hogy a pápát sem nevezik meg benne, tehát egy név nélküli pápa. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember... Hát én arra emlékszem a történelem könyvben, még nem tudom, hogy illusztráció volt-e hozzá, de hát azt is tinként kezelték, hogy Szent István király második szilveszter pápától kapta a koronát. És ma is így tanítják, sajnos. Hát mondjuk vannak azért olyan történelem tanárok, akik mondjuk ennél pontosabb leírást adnak el a történetről, de kétségtelen, hogy hivatalos verzióként ma is ez. Ez hát forog közkézen, talán így lehetne mondani leginkább. Nem igaz, nem kaphatott koronát a pápától? Hát ha van adatunk, amit teljes biztonsággal mondhatunk, mert többen és nagyon alaposan kutatták a kérdést, és kiváló történészek. Itt Váci Péterre utalnék, Gerics Józsefre utalnék, ezek nagyon jó nevek, hiteles jó nevek. Egyértelműen bizonyították, hogy nem kaphatta. Második szilvesztertől egészen biztosan nem kaphatta a Szent Koronát Szent István. De ez nem azt jelenti, hogy Szent István fején nem lehetett. Na most ez ellen viszont meglehetősen dühötten szoktak érvelni szakmabéliek, tehát mondjuk nekem szaktársaim idézőjelben, tehát művészettörténészek, történészek, régészek. Milyen alapon? De bocsánat, akkor jól értem a szavaiból, hogy ön szerint volt ez a Szent Korona ebben a formájában a Szent István fején? Ilyet sohasem mondunk, csak azt mondjuk, hogy lehetett. Lehetett, vagy nem lehetett. Tehát kizárni nem lehet. Az nem igaz, hogy nem lehetett. Kizárni. Nem, sőt, a nagyobb valószínűség az, hogy lehetett. De nagyon vigyázni kell kijelentésekkel. Ez most nem politika, ahol az ember úgy hát időnként elveti a súlykot. Ez most tudomány. Tehát itt, ha feltételes módot használhatunk, akkor tessék használni mindaddig, amíg nem tényről van szó. Na most, ami alapon meg szokták tagadni Szent Istvántól, hogy a fején lehetett, az két olyan hát megfigyelhető tény, amiből az egyiket már megtárgyaltuk. Tehát ez a paláston lévő koronát, ezt láttuk, ez abszolút súlytalan, ez érvként nem használható föl. Egy bizánci császárnak, Dukász családból származó Mihálynak az arcmása méghozzá felirattal együtt rajta van a Szent Koronán. Na most ő 1071-től 78-ig uralkodott, Szent István pedig 1038-ban meghalt. Tehát ebből adódna egy következtetés, hogy tehát akkor természetes, hogy nem lehetett a fején ez a Szent Korona. És akkor nem, lehet, hogy nem eredeti az a kép a koronán? Most erről van szó. Csak hogy ezt nem meri föltenni egyetlen szakember sem. Laikusok már régen föltették, és teszik föl naponta. Ez nem egy könnyen megállapítható? Nagyon könnyen megállapítható. Ugyanis egy akár zománckép, akár gyöngy, akár kő eredetisége egy foglalatban, az abban a pillanatban megállapítható, hogyha én látom, hogy belefér a foglalatába, vagy nem fér bele. Na most ez annyira nem fér bele a foglalatába, hogy nem is tudták befoglalni. Hanem alul, hát fölül még a foglalat az eredeti. De alul ki kellett vágni a foglalat szalagját, és az egész magasságnak, tehát az eredeti magasságnak 26%-ával túlnyúlik alul rajta. Tehát ez teljesen lehetetlen, hogy elméretezték volna a képet. Ez csak úgy lehetséges, hogyha másodlagos azon a helyen, nem is fér bele, mint említettem, tehát szegecselni kellett. És akkor ez alapján Dukász Mihály uralkodása idején levehettek egy képet a Szent Koronáról, és az iránta érzett tiszteletből az övét tehették. Nagyon érdekes ez a kérdés, mert lehet rajta most elnézést a hasonlatért, mint egy állatorvosi tehénen mutatni, hogy hol szokott megcsúszni a következtetésünk. Ugyanis ide belekerült a kérdésbe ugye az, hogy Dukász Mihály korában egyáltalán nem biztos, persze később is lehetett. Az kétségtelen, hogy cserélték. Van adatunk rá, egész pontos adatunk, 1613-ból.
egy koronaőr megjelentette a leírását a Magyar Szent Koronáról. Szép hosszú címe van ennek a könyvnek, mint annak a kornak általában a címadása ilyen szép hosszúak, és hát latin nyelven jelent meg. Na most őt Révai Péternek hívták, és azért nagyon lényeges, hogy koronaőr volt, mert a Magyar Királyság fönnállása idején összesen 4 ember láthatta aránylag hosszabb ideig, és hát különböző szögekből a Magyar Szent Koronát, mert egyébként egy ládában volt. Tehát 2 koronázás között nem lehetett nézegetni, a király sem nézegethette. Na most ebből a 4 emberből 2 csak a koronázáson láthatta, az egyik az a egyházi hierarchia legmagasabb csúcsán álló személy, ez az esztergomi érsek volt, csak is ő koronázhatott jogszerűen magyar királyt. A másik pedig a Nádor Ispán volt, aki a világi hierarchia csúcsán volt, ő meg a koronázási menetben, tehát a megelőző szertartásban, inkább így mondom, párnán vitte a Szent Koronát. Tehát közöttük csak a koronaőr láthatta. Mármint és egyébként, aki a részletesen is nézhette, sőt ez volt a kötelessége, mindig, mikor kivették a ládából, ez a koronázást megelőző nap délutánján volt, kivették a ládából, alaposan meg kellett vizsgálni, hogy bírni fogja-e majd a koronázás megpróbáltatásait. És utána, amikor visszatették a ládába a koronázás napjának az estén, megint ugyanilyen alaposan mindent végig kellett nézni. Tehát ha valakinek hiteles lehet a beszámolója a Magyar Szent Koronáról, az csak is és kizárólag koronaőr. És koronaőr írta a könyvet. Na most gyorsan lezárva ezt a gondolatmenetet, ő pontosan leírja, hogy hátul, tehát szemben az előső pantokrátor, vagyis világon uralkodó Krisztus képpel, szemben hátul a Szent Szűzanya képmása van. Imago, Divé, Matris Virginis. Ezt nem lehet félreérteni. Tehát ez a Dukász Mihály kép helyén. És nyilvánvalóan ennek a képnek, tehát a Szent Szűzanya képének, pontosan idézve, tehát nem Szűz Máriát, a Szent Szűzanya. Bizánci császárnak általában császári személynek, tehát egy magasrangú valakinek a képét sohasem tették tarkóra. Már úgy érti, hogy a koronának a hátuljára, hát, ami részé, ugye hát elvileg a királynak van. A tarkó fölött. Mindig homlokra tették, ugyanis ez tulajdonképpen nem magának a királynak szólt, ez egy főséget, egy védettséget jelentett. Tehát ezt mindig... Na de a pantokratort csak nem vehették le róla, nem? Na most itt a következőről van szó. Ha hát ugye fölmerülhet, hogy akkor valamiről leszették ugye ezt a bizánci császár képmást, mondjuk a bécsi kincstárban lehetett ilyen tárgy elvileg. Nehezen lehet elképzelni, ugye ne lehetett. És akkor arról átszerelték, mikor szerelték, hát ezek mind történeti, és hát elég hitelesen igazolható, majdnem pontos tények, hogy tudnék, csak akkor szerelhették le, és tehették föl. Tehát szerelhették le a szűzanyaképet, és tehették a helyre bizánci császárképet, amikor nem volt a nemzet ellenőrzése alatt a Szent Korona. Ilyen pedig 1613 után egyetlen egyszer fordult elő. Hozzáteszem, hogy 1790-ig, mert 90-ben, amikor hazaérkezett a Szent Korona, tehát közvetlen halála előtt II. József engedte, hogy hazahozzák a Szent Koronát, akkor már ezt a 3 képet írják le hátul, tehát középű Dukász Mihály császár az egyik oldalán, a hozzáképesti jobb oldalon. Hát mondják, hogy a fia ugye egy kón felirat, ezt Konstantinosra szokták kiegészíteni, a másik oldalán egy Geobicas, akit meg Gézának szokták jól. Tehát akkor 1613 és 1790 között. Lehetett, de ilyenkor csak egy 10 év van közte, pontosan egy 6 év, még nem is egészen 6 év. 1784-ben rendeletileg kiviteti az országból II. József. Tehát csak abban a 6 évben lehetett. És 84 és 90 között lehetett csak cserélni. Na most ez ellen megpróbálnak. És hol volt akkor a korona? Bécsben. Ja, Bécsben volt akkor a korona. Betette a kincstárba, mint egy koronázási, nem tudom, jelvényt. Na de a 18. században Bécsben kinek állhatott érdekében az, hogy a Szent Szűzanya képe helyére Dukász Mihály? Tehát ez a jó kérdés. Ezt nem teszik föl soha. Van egy olyan jelenet sor ebben a században, a század vége felé, amivel egyáltalán nem foglalkozik a történettudomány. Ez ugyanis az orosz cárnőnek, II. Katalinnak és II. Józsefnek egy félig titkos, félig nyilvános szövetsége, ami arra irányult, hogy egy úgynevezett második bizánci birodalmat létrehozzanak. Most erről semmit nem hallunk, ez lényegében fiaskóval zárult. Tehát miután ennek a két szereplője közül az egyik, ez a Habsburg, II. József,
az ő családjuk ült a nyakunkon egészen 1920-ig lényegében, tehát nekik nem volt érdekük, hogy ez a fiaskójuk, ez köztudottá váljon. A másik, az orosz meg utána ült a nyakunkban, őnekik sem volt érdekük. Tehát ez azt jelenti, hogy egyszerűen kiszorult ez a tény, pedig ez egy rendkívül fontos tény sorozat volt. Na most ennek pedig az volt a lényege, hogy kiszorítják a törököt Európából, de nem csak Európából, hanem Anatóliából is. Hát tudva levő, hogy 1071-ben került be a török először Anatóliába, akkor volt a Manzikerti csata, tehát amikor a szeldzsuk törökök tönkreverték a bizánci hadsereget. Tehát addig nem volt török ezen a területen. Tehát a mai Törökország területe, bármilyen furcsa, az egy késői törökök által hát birtokba vett terület, ők egyébként ettől keletebbre, észak-keletebbre voltak. Tehát a mai Üzbegisztán, Türkmenisztán is itt van, tehát ezen a területen, onnan jöttek le. Na most, ha helyre akarják állítani ezt a területet, mármint a bizánci, második bizánci birodalom címén, hát akkor nekik kellett volna ehhez egy korona. Na most, olyan korona, amit leírnak bizánci források, olyan nem maradt fönn. Tehát a bizánci korona nem maradt fönn. Viszont a magyar szent korona több vonatkozásban emlékeztet. A legmagasabb szintű, az úgynevezett kameleokionra, tehát át lehetett programozni. Na jó, de annyi eszük nekik is volt, hogy ha ő bizánci császár képmását teszi rá, azt nem a tarkóra teszi. Tehát azt eleve úgy méretezték, hogy ez ide előre kerüljön be. Azért nem fér be hátul a foglalatba. Tehát ezt akkor készítették, és ezt egy Bradák Károly nevezetű kiváló kutató egyértelműen bizonyította, hogy ez nem eredeti, tehát a bizánci korszakban készült kép, hanem ez a három úgynevezett uralkodó képmás, ami most hátul van abroncson, mind a három 1784 és 90 között készült, valószínűleg Bécsben valamelyik műhelyben. Ugyanis olyan elrajzolások vannak rajtuk, amik teljesen lehetetlen, hogy a bizánci korszakban készültek volna. Akkor most már félve kérdezem meg azt, hogy ezek szerint az sem bizonyított, hogy harmadik Béla idején illeszthették össze, vagy alakulhatott ki a Szent Korona. Ezek a feltételezések mind abból indulnak ki, persze mindegyik azért hát kijelentő módba szokta közölni, de abból indulnak ki, hogy ez két különböző helyen és időpontban készült rész, és ezeket utólag kellett összeilleszteni. Na de hát ennek meg semmi bizonyítéka nincs. Tehát szeretném ezt állandóan hangsúlyozni, mert mindig visszacsúszunk oda. Azt mondják, hogy egészen más jellegű ötvös technológiával készült az alsó. Az ötvös technológiára ez nem áll. Mind a kettő az úgynevezett bizánci rekesz zománccal, ami annyira bizánci, mint én mondjuk eszkimó vagyok, de lényeg az, hogy ezt így szoktuk nevezni. Tehát ez a bizánci rekeszomác technológiával készült, de hát nyugodtan akár egy műhelyben, vagy legalábbis egy műhely rendszerben készülhetett, a korra vonatkozóan pedig semmiféle adatunk nincsen, hogy ez máskor készülhetett volna. A Szent Koronával koronázták meg Magyarország összes királyát? Ezt fordítva kellene talán fogalmazni, tehát csak az lehetett Magyarország királya, akit a Magyar Szent Koronával koronáztak. Ez viszont kemény tény. Tehát ilyen módon például teljesen jogtalanul és oktalanul nevezzük mondjuk második Józsefet magyar királynak. Második József nem volt ugyanis magyar király. Tehát ő önmaga utasította vissza, hogy a Szent Koronával megkoronázzák. Ennek megvolt a maga oka, ebben most nem menjünk bele. De volt még egy ilyen királyunk, szegény első László, ugyanis amikor őt koronázták volna, akkor hát az első Habsburg uralkodónknak az özvegye, ugye az Erzsébet királyné, özvegy királyné, hát egyszerűen ellopatta a Szent Koronát. Most erre a nemzet nem volt fölkészülve. Tehát az, hogy ide bejön egy dinasztia, és mindjárt az első ténykedés az, hogy ellopatja saját érdekeinek megfelelően. Tehát ez egy családi maffia, most nevezzük nevén, és saját maffia érdekeinek megfelelően egyszerűen egy nemzetnek a legszentebb erekjeit útszéli tolvaj módjára ellopja. Hogyha ránézünk a Szent Koronára, akkor vélhetőleg először nem az tűnik fel rajta egy laikusnak, aminek fel kellene, tehát nem olvassuk el vélhetően, hogy a zománc képeken kilátható, illetve hogy milyen kövek és egyéb gyöngyök vannak rajta, hanem a ferdekereszt a korona tetején, ami ugye az atyának a legfelső képét, hát nem lyukasztja át, de tulajdonképpen azon áll. Hogy feldült ez el, ezt lehet tudni? Hát most ez megint olyan, hogy feltételezést fog természetesen mondani. Hát többfélét fogalmaztak már meg, a legkésőbbit, hát ez lehet, hogy még a második világháború befejezése, tehát az amerikai kézbe kerülés idejére teszik.
hát hogy ezek megerősödhettek-e ezek a ferdítési tendencia, az lehetséges. Az is lehetséges, hogy Szemere Bertalan, akinek állítólag a fejére is tette ezt a koronát, ugye tehát amikor már menekítették, a kormány menekítette a 1849-ben a koronát, ez is elképzelhető, de a legvalószínűbb mégiscsak az, hogy amikor 1440-ben ez a bizonyos Erzsébet királyné ellopatja a Szent Koronát, ott elég pontos leírásunk van erről, mert aki a lopást intézte, ez egy Kottaner János né nevű udvarhölgye volt Erzsébet királynénak, az megírta a teljes emlékiratát, és abban ez egy jelentős tétel a Szent Korona ellopatása, amit ő intézett. Tehát abszolút szemtanú, és hát leírja, hogy bizony ökörbőr dobtak rá, ami hát ez nem éppen egy súlytalan valami, és hát nyilvánvaló, hogy azt nem tűrte jól a Szent Korona. Utána még ráadásul, hát ugye egy csecsemőt megkoronáztak vele, majd utána menekítették a csecsemőt, és a bölcsőjében a szalma alá tették a Szent Koronát, és ráfektették a csecsemőt. Na most ezek konkrét leírások, tehát ez nem következtetés, ami azt jelenti, hogy ha rajta hagyták a keresztet, ezt mindig hozzá kell tenni, mert ez leszerelhető, akkor ez egy ilyen lassú rázkódás folytán kapott egyrészt a felső kis gömböcskéje egy benyomást, valószínűleg berogyott. Ugorjunk előre néhány száz évet a 20. századba, ugye nagyjából a második világháborútól kezdve egészen 1978-ig az Egyesült Államokban volt méghozzá a Fort Knox híres katonai erődítményben a korona. 1978-ban még emlékezhetnek rá sokan, hogy milyen nagy dolog volt, hogy hazaérkezett a Szent Korona. 1978 után tisztázódott sok legenda? Hát sok tisztázódott, sok meg bebetonozódott. Tehát inkább úgy mondanám, hogy polarizálódott a helyzet, ami nem baj. Ez azt jelenti, hogy nem sokkal később, hát azért ez egy 3-4 évvel később történt, egy ilyen hosszas, kb. 2,5 éves előkészítő munkálatok után aranyműveseket végül is beengedtek a Szent Koronához. Na most ez volt az első eset, hogy nem egyházi személy, és nem is a Szent Korona közvetlen őrzésére vagy felügyeletére rendelt személy hosszasan vizsgálhatta a Magyar Szent Koronát. Elvileg, amikor hazajött, miniszteri rendelet lehetővé tette, hogy szakember kellő felügyelet mellett vizsgálhassa, de ezzel nem élt a szakma. Tudomásom szerint egyetlen szakember, ez a bizonyos említett Váci Péter volt, aki hát nem túl hosszan, de azért legalább egy olyan pár órát mégiscsak közelről vizsgált. De ez hogy lehet, hogy nem élt ezzel a szakma? Ez nem volt egy óriási dolog, hogy több tíz év után hazaérkezik a Szent Korona? Nem én mondtam. Én ezt a szakmatörténet, az egyetemes szakmatörténet legnagyobb szégyenének értékelem. És ilyenkor egy kicsit magam is szégyellem, hogy művészettörténész vagyok, holott tulajdonképpen, hát ha valaki tényleg foglalkozott a Szent Koronával, és elég... Hát de nem lehet egyébként, hogy a szocializmusban itt valami fajta felső nyomás érkezett az irányba, hogy jó, hazajött a korona, örüljünk neki, de nagyon ne misztifikáljuk túl, vagy... Hát ezt akkor tudnám mondjuk élénk helyesléssel nyugtázni, hogyha azóta bármi történt volna. Most elvileg nincs szocializmus, és mégsem foglalkoznak vele kellő súllyal. Na most erre szoktam én kérdezni, de kicsit ironikusan, hogy milyen offset szedhet egy olyan középkoros művelődés, vagy művészettörténész, hogy szűkítsük le a kérdést, hogy ne foglalkozzon a Magyar Szent Koronával, amikor egy páratlan értékű, ha másképp nem is, ha mondjuk szakralitását nem érzékeli, akkor is, mint műtárgy, akkor is páratlan értékű. De hogy tudja megállni, hogy nem foglalkoz vele? Tehát ez nem szocializmus kérdése. Beszéljünk akkor a koronának a szimbolikájáról. Háromféle korona létezik, házi korona, országló korona és beavató korona. Nagyon nem menjünk bele, hogy melyik, inkább csak az érdekelne, hogy a Magyar Szent Korona melyik kategóriába tartozik, és mit jelent ez? A Magyar Szent Korona, ha ilyen hármas kategória rendszerben vizsgáljuk a koronákat, mert ezeket lehet azért tovább bontani. Tehát úgy, hogy... házi koronamből rengeteg van. Ott nincs különösebb megkötés, csak az, hogy országos események intézésekor nem viselheti a király. Tehát akkor az országló koronát kell. A beavató korona viszont lényegileg abban különbözik a többitől, hogy ezt egyetlen alkalommal viselheti a király a beavatáskor. Nem tehát a koronázáskor ez ugyanaz, ugye? Most a Magyar Szent Korona az egyetlen,
az újkori, úgynevezett civilizált országok koronái közül, amelyik beavató korona. Tehát ezért tud róla nagyon keveset mondani, mondjuk egy német kutató, egy francia kutató, egy angol, francia nem is akar róla beszélni, de mondjuk egy német azért akarna. Már csak azért, hogy kisajátítsa. Tehát ezek azért működő érdekek ma is. De lényeg az, hogy nem tud róla mit mondani, mert az ő legmagasabb szintű koronatípusa az az országló korona, és egész másképp viselkedik a magyar szent korona. Most egy adatot hadd mondjak, rengeteget lehetne hozzáteszem rögtön, történeti adat, hogy hogy fogta föl ezt a nemzet. Hogy ez a beavató korona és a nemzet viszonyában mit jelentett. Amikor hát az első tartósabban idejövő idegen dinasztia, ez az Anjou dinasztia volt. Ennek az első uralkodója, ugye Károly Róbert volt, akit folyamatosan a pápa támogatott, az akkori pápa. Őt háromszor kellett megkoronázni. A két első koronázást nem megfelelő koronával végezték, de mind a kettőre maga a pápa biztatta annyira, hogy a második esetben, ez 1308-ban történt, külön készített egy koronát, az akkori pápa küldötte. Ugye az ötödik Kelemen volt, és a küldötte, ez pedig Gentile bíboros. Olaszosan szoktuk mondani, Gentilis bíboros. Tehát ő, és mellé kell hozzá egy pápai leíratot. Most ebben elveszi az akkori pápa, akkor Szent Korona szentségét, és átruházza erre az ő általa most frissen készített koronára, ami egyébként nem maradt meg, vagy legalábbis nem tudjuk azonosítani, ha fönnmaradt is. Na most ebből az következik, hogy ő úgy gondolta, hogy hát a pápa természetesen diszponál a magyar Szent Korona szentsége fölött. Most kiderült, hogy nem így van. Hiszen hiába koronázták meg vele Károly Róbertet, a nemzet egy pillanatra se fogadta el. Tehát ez azt jelentette, hogy ő hiába hozta a rendeletet, senki se teljesítette. Tűnik attól pillanattól kezdve vált jogerősen királyá, hogy a magyar Szent Korona érintette a fejét. Tehát hiába hozta a rendeletet. Még esetleg jó rendeletet is. Tehát esetleg olyat is, ami emelte a nemzetet. Nem volt érvényes. És akkor a magyar nemzet tisztában volt azzal, hogy Károly Róbertet nem azzal a koronával koronázták meg, amivel kellett volna. Tehát a nemzet az nem is az uralkodót, hanem a koronát. Hát természetesen. Ez már most a Szent Korona tanhoz vezetne el bennünket. Amikor ez a Gentilis bíboros bejelenti, hogy egy új koronát készített, és azt fogja majd Szent Koronának minősíteni, akkor az akkori püspöki kar, és itt én azért hangsúlyozni szoktam, hogy azért az még tudott magyarul gondolkozni. Tehát azonnal figyelmeztetik, hogy vigyázzon, mert a magyar nemzetnek más a viszonya a Szent Koronájához, mint bármelyik más nemzetnek a saját koronájához. És ezt elég pontos adattal hát rögzítette a történettudomány, tehát van eredeti dokumentumunk róla, hogy a magyar nemzet úgy tekinti, mintha a teljes méltósága benne rejtőznék a Szent Koronába, és ezt nem veheti el őszentsége, és nem adhatja egy más tárgyféleségnek. És tényleg, de akkor ez ezek szerint a nyugati világban ez teljesen ismeretlen teljesen volt. Teljesen ismeretlen, mai napig. 2010-ben több mint 60 évvel a királyság megszűnése után, és majdnem 100 évvel azután, hogy egyáltalán uralkodója, királya volt Magyarországnak, mit jelképez most a Szent Korona? Hát a Szent Koronának a jelentősége az talán leginkább azzal érzékeltethető, egy erősen deszakralizált hát lakosság számára, ha a Szent Korona tanra néhány szót vesztegetünk. Tudnék, mit mond ki a magyar Szent Korona tan? Azt, hogy minden jog letéteményese a magyar királyság területén a Szent Korona. Nem az uralkodó, hanem a korona. Ezzel most kicsit előre szaladtunk a dolgoknak, ugyanis. Ha én azt mondom, hogy minden jog letéteményese, akkor rögtön megkérdezi minden racionálisan gondolkozó személy. Most tételezik, hogy itt egy francia ül velem szemben, és érti, amit én mondok. És rögtön megkérdezi, jó, de hát ha maga oda akar vinni egy okmányt a Szent Koronához, hogy írja alá, az mégse fogja tudni aláírni. Tehát nyilvánvaló a jog foganatosítását ki kell helyezni. És ugye a király nem. A magyar jogrend szerint nem. Na most itt van a magyar Szent Korona tan lényege. És ezt nemhogy nem értik meg, hanem egyszerűen nem is közlik a közönség. Abban a pillanatban, hogy közölnék, nincs az a Jani bácsi, aki azonnal meg ne értené, vagy egy Mari néni, ugyanis ők nagyon értelmes lények. Csak nem közlik velük a lényeget, hanem misztifikálnak. Tehát mi a lényeg? A magyar Szent Koronában rejlő jogokat egyenlő arányban foganatosítja a nemzet és a király.
De ezt most a jogállamban, 2010-ben király és királyság nélkül, ezt most hogyan lehet értelmezni és már is használni? Ez a francia kollega ugyanezt kérdezné. A nemzet és a király ebben a sorrendben gyakorolja, mondjuk pontosabban foganatosítja a jogokat. Tehát a magyar királyság történetében mindaddig, amíg rendeltetése szerint működik, nemzet választ királyt, és nem király hódít nemzetet. Tehát nem lehet megfordítani a dolgot. Az egyik, a nemzet ugyanis egy úgynevezett precessziós nagyságrendben él. Ez kerek 26 ezer évet jelent. A király pedig egy kicsi éves nagyságrendben él, ez körülbelül 365-66 napot jelent. Tehát nem azonos a működés nagyságrendje. Tehát akár mit pedálozik egy király, annyit tapasztalatot nem tud összegyűjteni 365 nap alatt, mint amennyit 26 ezer év alatt egy nemzet össze tud gyűjteni. Tehát nagyon lényeges tudni, hogy a kettő egymást kontrollálja. Tehát a konkrét cselekvést nyilvánvalóan napi gyakorlatként a király végzi, tehát az egyén. Na de folyamatosan kontrollálja a nemzet. Ha én tudom ezt, abban a pillanatban érzem, hogy ennél nem lehet elvileg sem tökéletesebb egy államvezetési rendszert kitalálni. Egyszerűen nincs ennél tökéletesebb. Miért? Mert minden lényeges dolog megoldódik benne. Tehát nem tud zsarnok uralommá fajulni, abban a pillanatban a nemzet föllép. Van rá példa? Persze, hogy van már. Mindenre van egyébként. De most anélkül, hogy belemennénk tényleg belpolitikai kérdésekbe, ez azért most is így van, nem? Hiszen 4 évenként választások vannak, és akkor a nemzet elmondhatja a véleményét, és le is válthatja a hatalmat. Na most itt két dolgot azért tényleg magunk számára legalább tisztázunk. Jelenleg nem nép szavazás folyik, hanem gép szavazás folyik. Mindenütt a világon. Azt ezt hol beismerik utólag, gondoljunk az Egyesült Államokban, amikor a ifjabb Bushnak a választási csalásai elkezdtek kiderülni. Ma elég sok mindent tudunk pontosan, hogy hogy zajlik egy ilyen választás. Tehát ne áltassuk magunkat azzal, hogy bármilyen választási eredmény jelenleg tényleg kifejezi a nemzet akaratát. Erre a legcsattanósabb példa az a magyar állampolgárság kiterjesztése, ugye határon túliakra. Ott teljesen pontosan lehetett. Ha valaki figyelt a képernyőt, az pontosan látta, így spontánul soha nem alakulnak eredmények. Tehát ezt nem is kellett szakembernek lenni. Tehát ezt azért kell elmondjam, mert persze elvileg ma meg volna a lehetősége, de ne felejtsük el, hogy ez a koronázás, mint beavatás, ez azért nem annyit jelentett, hogy egy micisapkát a fejére tett valaki. Tehát én hiába teszek ma egy kiváló sportolónak a fejére egy micisapkát, attól az nem lesz megfelelő szellemi szintű egy államfőnek a posztján, mint amilyen egy magyar szent koronával koronázott személy, a megfelelő személy, mert ezt hozzáteszem, ehhez genetikailag alkalmasnak kell lenni. Tudjuk, itt egy tényleges átalakulás történik. Tehát a beavató korona és az országló korona közt nem csak az a különbség, hogy az egyiket az bármikor nagy országos esemény esetén a fejére tehette a király, ez az országló korona, másikat meg csak és kizárólag a koronázáskor, mert ez egy formális dolog. Na jó, de ennek van egy tartalmi vonatkozása. Azt tudnék, hogy itt egy tényleges tudatátalakulás történik. És ennek az eszközlője a beavató korona. A jogalkotónak ön szerint van dolga azzal, hogy a Szent Koronát bármilyen módon is beemelje mind a jogban, mind a köztudatban, hiszen 10 évvel ezelőtt, amikor átszállították a parlamentbe a koronázási ékszereket, akkor ugye egy törvény is született, amelyben az olvasható, hogy a Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő erekje. Egyebek mellett ez is olvasható benne. Most pedig legutóbb éppen Schmidt Pál köztársasági elnöktől hallhattuk, hogy ő szeretné, ha a majdan elkészülő alkotmányban utalás lenne a Szent Koronára. Ezek a lépések, ezek jó irányba mutatnak-e, szükségesek-e? Többről is szó van itt, hát a külügyminiszter is nyilatkozott, még mielőtt a posztját elfoglalta volna, mégpedig olyan értelemben, hogy a preambulumban fognak majd helyet szorítani ennek a kérdésnek, de ez azt is jelenti, hogy be is tokozzák a kérdést. Tehát már a konkrét gyakorlatban nem fog átmenni. Ennek a legalábbis az eddigi szándéknyilatkozatokból ez nem olvasható ki, hogy át fog menni. Ennek a páratlanul értékes társadalom szervező gyakorlatnak, ami a Szent Koronát annak a lényegét jelenti, ennek hát semmiféle konkrétuma. Tehát azt jelenti, hogy most hirtelen példát fogok mondani arra, mi történik akkor, ha mondjuk nincs király.
Mert bármelyik a két fél közül, tehát a nemzet és a király a két fél, akik együttesen fogalmatosítanák a Szent Koronában. Ezt most a 21. századi viszonyokban lefordíthatjuk nemzet és kormányra? Nem. A kormány semmi módon nem szakrális fogalom. Sőt, egy kifejezetten deszakralizált, sőt, ha megkérdeznénk egyenként őket, hát elég dühötten tiltakoznának is. Semmi, ez egy világi testület. Lényege szerint mindig is az volt. Na most nagyon lényeges, hogy itt egy személynek kell lennie. Nem lehet kormányról beszélni, mert a kormány már osztja a felelősséget. És itt éppen az a baj, hogy a legtöbb gondot senki nem vállal magára. Okozza a gondot, de nem vállalja. Abban például a grémiumról beszél, testületről beszél. De hát ez így van mindenhol, ahol nem király van. Sőt, hát ugye az európai királyságokat nézzük, ott sem a király ugye formálisan az államfő, de ott sem a király gyakorolja a végrehajtó hatalmat. Mert ott sem volt soha Szent Korona. Tehát itt nem szabad összetéveszteni egy olyan királyságot, ahol a legfőbb felavató, inkább így mondom. Eszköz az egy országló korona. Az azt jelenti, hogy eleve nem lehet már szakrális uralomról beszélni. Ez pedig egy szakrális uralom. Tehát azt jelenti, hogy teljes felelősséget, mint egyén vállalja a király, és a teljes ellenőrző szerepet pedig vállalja a nemzet. Na most ez azért nem lehetetlen dolog, mert királyság, mint államforma nyilvánvalóan létezik Európában. Tehát ha valaki úgy érve, hogy egy meghaladott dolog a királyság, ki mondta ezt? Tessék ránézni a térképre. Európa nagy részében királyság van. De akkor jól értem a szavait, hogy ön szerint királyság és egy király kellene Magyarországra is. Nem biztos. Illetve elvileg igen, de nézzük meg a történelmet. Mi van akkor, hogyha a kettősből, tehát a nemzet és királyból mondjuk a nemzet van leblokkolva? Hát ilyen van például a tatárjárás idején. Tehát a nemzet teljesen le van blokkolva, nem tudja gyakorolni a jogokat vagy a jogfoganatosítását, sőt még a nagypecsétet is birtokba veszik a mongolok, tehát a hódítók. De a király él, és nagyon lényeges, hogy a kettő közül legalább az egyik éljen, és méltó módon éljen ahhoz, ami a szerepe. Él vagy nem él? Él. Szent Korona megmaradt? Megmaradt. Tehát ez azt jelenti, hogy semmiféle jog megszakadás nem volt, vagy joghézag nem támadt. Minden, amit a nemzetnek kellett volna viselni, áthárult a királyra. Jelenleg fordított a helyzet. Tehát ennek megvan a lehetősége. Nem először vagyunk király nélküli királyságban. Hát ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy jelenleg királyság az államformánk. Tehát ezt soha jogszerűen nem számolták föl. Tehát ne felejtsük el, hogy... Az alkotmányban benne van, hogy Magyarország államformája köztársaság. Nincs alkotmányunk. Van egy alaptörvény. Tehát itt meg kell különböztetni dolgokat. Tehát nem véletlenül akarnak most végre. Jogtechnikailag... Az az alkotmány. Ez csak de facto. De jure jelenleg az, Magyarország királyság. De az új alkotmány sem lesz több, mint egy törvény. Lehet, a jogtechnikailag. De hivatkozni fog. Sajnos az a helyzet, hogy tud is hivatkozni, és hát nyilvánvalóan ki is használjam ezt a lehetőséget, hogy egy kétharmados többsége van. Tehát gyakorlatilag olyat is el tud fogadtatni, ami esetleg éppen a nemzet ellenében történik. Mert effektíve nincs lehetőség a nemzetnek, hogy közbeszóljon. Nehogy már azt tessék hinni. Ez mindenhol így van, nem? Persze, attól még lehet, hogy nem jó. Hát a másnak már elnézést, de... Persze, attól az még nem biztos, hogy jó, csak hogy elvileg ez nem egy olyan egyedülállóan rossz helyzet. Nem, én azt sem mondtam, hogy rossz helyzet. Én azt mondom, hogy egy jövőre szempontjából egy meggondolkoztató, lehet még akár biztató is. De egy biztos, nekünk tényekkel tisztában kell lenni. Tehát ha valaki 19-ben, mondjuk egy nemzeti szállónak a pincéjében, a haverjaival eldönti, hogy most itt tigitagi nyamnyam köztársaság lesz, az attól még nem fog megváltozni a jogi helyzet, csak de facto, ha van elég fegyver mögötte. Utána nem fog megváltozni, akkor se, ha ezt tanácsköztársaságnak módosítják. És amit pedig 1945 után történik, hát az még egy kabarétréfának is rossz, mert ez egy megszállt országban történik. Na de a jelenlegi helyzet kimondása is, hát 89-ben még itt vannak az oroszok, hát ne tessék már felejteni, ez egy szabályszerűen megszállt ország. Megszállt országban nem lehet jogszerűen államformát változtatni. Legvégül, ön szerint ma egy magyar állampolgárnak, egy átlag magyar állampolgárnak mit jelent a Szent Korona? Többet-e, mint egy olyan történelmi ereki, amit egyszer látni kell az életben? Hát erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni, mert biztos vagyok benne, hogy ez nem egységes. Tehát nem egységes ebben a tekintetben az ország. Én viszont abban vagyok biztos, hogy a lakosság nagyon nagy részének ugyanaz a véleménye. Hát akkor viszont ez nagyon jó vélemény. Tehát nagyon sokkal többet jelent, mint egy tárgyat, vagy mint akár egy nagyon értékes tárgyat.